Köszönöm, hogy visszajöttek, és egy nagyon erős kezdés után még erősebben folytatjuk a mai programunkat. És Harold 10 az emberi tényező fontosságára hívta fel a figyelmünket. Ezt a vonalat folytatva felkérem a szikontaktól Színcsák Tamást, hogy emelje a tétet. Emelje a tétet, Szervusz, parancsoljunk! Jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Nem tudom, hogy fogom emelni a tétet, de szorosan kapcsolódni fog az előadásom, amint a... A távirányítót szerettem volna rádugni, de akkor nem. Tehát szorosan kapcsolódni fog az előadásom Herold előadásához is, Elsősorban azért, mert olyan IT-biztonságot érintő kérdéseket fogok feszegetni, majd leginkább a felhasználókhoz áll közel, és olyan cégeket érint leginkább, amelyek szívesen használnak modern stratégiai eszközöket. Tehát gondolok itt arra, hogy szívesen maradnak az élvonalban, Szívesen használnak olyan, vagy követnek olyan trendeket, amivel versenyelőnyre tehetnek szert, vagy akár költséget tudnak csökkenteni. Azonban, mielőtt ebbe belekezdenénk, ezen kívül hoztam még egy-két példát is vírusokkal kapcsolatban, de nagyon mélyen nem fogunk belemenni, mert jön az ebéd, és egyébként sem annyira érdekes mondjuk egy forráskodelemzése. Azonban, mielőtt ebbe belekezdenénk, engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam a cégünket. A Szikonta Kft. több mint 10 éve foglalkozik biztonsági megoldások értékesítésével. A szoftveres vonalon a NOT32 antivírussal, Smart Security tűzfalas programmal, az AIDA64 rendszerdiagnosztikai alkalmazással, valamint hardveres vonalon pedig a Cyberom UTM eszközökkel. Ugye említettem önöknek, hogy általában azok a cégek, a nyerő cégek, akik haladnak a korral, és megpróbálnak valamilyen versenyelőnyre szert Ez különböző trendek állnak a rendelkezésünkre, és modern stratégiai elemek. Itt mögöttem is észrevettem, észrevettem egy ilyet, és ez szerepelni is fog, ez a Bring Your Own Device. A másik pedig, amit kiválasztottam a sok közül, az pedig a Work at Home. Azért ezeket választottam, mert IT biztonság szempontjából ezek meglehetősen kérdéses témák. Ugye miről is van szó, gondolom mindenki tudja, miről szól a Bring Your Own Device, hogy céghez be lehet vinni a saját eszközeinket, és azon tudunk dolgozni, illetve a Work at home az majd, hogy nem fordítotja, ahol otthon tudunk dolgozni saját eszközünkkel ugyanúgy, egy VPN kapcsolaton, vagy bármilyen biztonságos kapcsolaton belépve a céges hálózatra. Ugye az előnye egyértelmű, hiszen költséget lehet csökkenteni, kisebb iroda elég a munkavállalónak is, ez nagyon jó, hiszen nem kell bemennie minden nap az irodába, vagy elég egy eszközt használnia, és azt beviheti az irodába. Nem is beszélve a hölgyről, aki láthatjuk, hogy mennyire örül neki, hogy gyereknevelés közben is dolgozhat. Ugye a férfiak egy kicsit másképp képzelik el. De mindezek ellenére, vagy mindezek mellett, hogyha megkérdezünk egy rendszergazdát, egy rendszeradminisztrátort, hogy mennyire szívesen használná ezeket a trendeket a céges életben, a céges hálózatot tekintve. Ugye egy rendszeradminisztrátor, hogyha elképzelünk, korpásbajusz, hosszú haj, pingvinás póló, azt fogja mondani, hogy Szívesebben szedne hangját boxkesztyűvel, mint hogy egy ilyen hálózatot megépítsen, ahol kibejárkálnak azok az eszközök, amelyek teljesen vételen hálózatban szerepelnek egyébként, és utána pedig egy védett céges hálózatban kellene, hogy ellássák a szerepüket. Tehát ezeknek a dolgoknak van erős árnyoldaluk is. Ezért is hoztam egy-két példát az elmúlt fél évből. Olyan fertőzéseket, réseket próbáltam összehallgatni, amelyek valamilyen szinten izgalmasak. Kezdjünk is bele. Az első ilyen az a kriptolokker vagy CTB locker fertőzés. Herold beszélt róla egy pár szót, egy kicsit bővebben taglalnám a dolgot. Nagyjából úgy kell elképzelni ezt a fertőzést, hogy kapunk -e egy szállítói levelet, egy állítólagos szállítói levelet PDF formátumban, ami valójában egy exe file. amint megnyitottuk, Utána azonnal ez a fertőzés titkosítja az összes értékes adatot a számítógépen. Hogyha esetleg van valamilyen <coughs> megosztott mappa hozzáférés, már pedig a cégek életében mindig van, akkor ott is elkezdi ezt a titkosítást. És ami még szebb az egészben, az pedig az, hogy akkor, amikor végzett, akkor ugye nyilvánvalóan valamilyen. Ö, pénz befizetése ellenében fogja a feloldókódot elküldeni nekünk. Hát a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez 50% vagy elküldik, vagy nem. A topológiája ennek a vírusnak úgy néz ki, hogy különböző szervereken vannak elhelyezve ezek a feloldó algoritmusok. Ebbe kívülről be lehet szállni, mint egy üzletbe, hogy nekem van egy szerverem, és akkor az egyik hackerrel megbeszélem, hogy ezen a szerverem működhet ez a feloldó algoritmus, és cserébe én valamennyi pénzt kapok. Természetesen, hogyha ez a szerver kiesik, és mondjuk a mi titkosító kulcsunk pont azon van, akkor nem fogjuk megkapni a feloldó kulcsot, és titkosítva maradnak az állományok. Ami még rosszabb, az pedig az, hogy olyan titkosítási algoritmust használnak ezek a fertőzések, amelyek feltörhetetlenek. Teljesen legális algoritmusok, tehát titkosító programok is ilyen algoritmust használnak. Magyarországon nagyjából így néz ki a kriptolóker. Az Egyesült Államokban más válfaját is megismerhették a felhasználók. Itt egy kicsit kombinálva van a dolog, ugyanis itt nem csak az adataink fognak eltűnni, hanem más egyéb nyalánkságok is előjönnek. Először egy phishing levéllel kezdődik az egész, itt látható. Az az érdekesség benne, hogy egy állítólagos gyorshajtási bírságunkat nem fizettük be időben, de van arra lehetőség, hogy online ezt a dolgot ezt el tudjuk intézni. Az érdekes az az benne, hogy ténylegesen léteznek ilyen e-mailek, amit a kormányhivatal küld a felhasználóknak, és ténylegesen létezik olyan oldal, ahol ezeket a büntetéseket be lehet fizetni. Ugye mi történik a phishing levélből egy linkre kattintva, már rögtön a... Az oldalukra jutunk, természetesen nem a hivatalos oldalra, hanem a hackerek által üzemeltetett oldalra, ahol megadjuk a bankszámla adatainkat, mert miért is ne tennénk és miután megadtuk ezeket az adatokat, letöltődik a CryptoLocker fertőzés a számítógépre, ott ugye titkosítja az adatokat, és még megspékelve azzal, hogy még a bankkártya adataink is akkor a hacker kezébe kerülnek. Ez egy elég komoly fertőzés, érdemes rá odafigyelni, és a későbbiekben még erről lesz szó. Ugye mert a felhasználókat szeretném elsősorban középpontba állítani az előadásomban. Nézzünk egy kicsit másik oldal, nézzük egy kicsit másik oldalát a fertőzéseknek. Tehát nem csak az interneten lehet összeszedni a fertőzéseket, ugyanis létezik már olyan fertőzés, amit e -cigivel tudunk a számítógépre tölteni, hogyha felszeretnék tölteni a fertőzött e-cigarettánkat, akkor ezzel a számítógépre a fertőzést is el tudjuk juttatni. Jobb oldalon egy, egy jobb napokat látott nyuszi látszódik. Az Energizer cég járt úgy, hogy az az USB és akutöltőjének az illesztő, illesztő, programjában volt egy hátsó kapu, amit a hackerek kihasználva át tudták venni a számítógép felett az uralmat. Az a probléma, hogy a mobileszközök sem ússzák meg ezt a hullámot, ugyanis a CryptoLocker fertőzés SimpLocker néven az androidos készülékeken is tarolt. Magyarországon mi nem találkoztunk még ilyennel, PC-t illetően, illetve kis- és középvállalkozásokat illetően találkoztunk CryptoLocker fertőzéssel, tehát ez egy valós probléma. Ugyanaz az analógia, mint a PC-k esetében, az összes értékes fájl, PDF, Word, Excel... Access adatbázis fájlok, gondolok, titkosítva lesznek. Egy kicsit egyszerűbb itt a helyzet, mert a mobil fertőzésnél, magában a fertőzésben, az algoritmusban benne van a feloldó kód. Tehát ott van egy kis esély arra, hogy ténylegesen fel tudjuk oldani a titkosítást, és az adatainkat visszanyerhetjük. Biztonsági résekben is bővelkedhettünk sajnos, ugyanis a Samsungnak egy, az egyik programjában, a Find My Mobile programjában volt egy hátsó kapu, ez több millió telefonkészüléket érintett, és itt is az volt az eredménye a hátsó kapunak, hogy a hacker ezt ki tudta használni, ezt a biztonsági rést, és át tudta venni az uralmat a telefonkészülék felett. Készítettünk is pont emiatt egy felmérést, amiben azt kérdeztük meg a felhasználóktól, hogy életében előfordult-e már az, hogy annak ellenére, hogy jelzett a víruskereső, rákattintott-e már vírusos tartalomra. Vagy, hogyha olyan weboldalon járt, amit letiltott ugye a böngészőben a víruskereső, ennek ellenére megpróbálta -e megnyitni. Sajnos az eredmények, ahogy látják, azok elképesztően rosszak, és itt hívnám fel a figyelmet az IT biztonság csimborászóira, férfiakra, hogy csúfosan elhasaltunk, ugyanis kétszer annyi férfi kattintott már rá fertőzött tartalomra és fertőzött fájra, mint nő. Azért van egy kis pozitívum is, az az, hogy a megválaszol a az embereknek az 53 százalék legalábbis a férfiaknak még életében nem fordult elő ilyen. A nők itt is jobban állnak, hiszen 60 ukkal nem fordult elő ilyen incidens. Úgyhogy ha IT-biztonságot illető kérdéseik lesznek majd az előadást követően, akkor a hölgy kollégámhoz forduljanak ne hozzám, mert nem vagyunk sajnos ilyen szinten megbízhatók, nagyon-nagyon úgy tűnik. Nézzük azt meg, hogy hova, vezet, hova vezetnek ezek a fertőzések, Mik a célpontok ezeknek a fertőzéseknek? Ez egy hálózati réteg, én annak hívom, hiszen a céges és az otthoni hálózatban is megtalálhatók, és ahogy látjuk, védelmi alkalmazásokat kapcsolgat ki ez a hálózati réteg, sebezhetőségi teszteket végez, vagy egyszerűen úgy visz be mobileszközt a céges hálózatba, hogy azon semmilyen védelem nincs. És ahogy a Szerold is említette, sajnos a szék és a billentyűzet között van ez a hálózati réteg, tehát problem exists between Keyboard and a Chair, a felhasználóról van szó természetesen. Hogyha ezt már sikerült kiderítenünk, hiszen az előző dián látható grafikonok is azt mutatják, hogy sajnos a felhasználó a leggyengébb láncem az IT-biztonság témáját illetően, vagy legalábbis nagyon-nagyon magas szinten szerepel biztonsági kockázatokat illetően. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy pénzügyes kollega, és nem kolléganőt mondok, ugye, mert láttuk a felmérést, egy pénzügyes kollega kap egy levelet, állítólag a banktól, amiben arra kérik, hogy egy biztonsági incidens miatt változtassa meg a jelszavát az online felületen. Ugye mi tudjuk azt, hogy a bankok ilyen levelet sohasem küldenek, de hát ugye megszólásig hasonlít egyébként a az MKB banknak a <coughs> hivatalos leveleire. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki tudatlan, rákattint a linkre, és onnantól kezdve egy phishing site fog jutni. Ebből is hoztam egy-két példát, sajnos az OTP nem úszta meg. Csináltak egy phishing site -ot az OTP oldal mintájára, és hogy ember legyen a tarpán, aki megtalálja tíz apró különbséget, amit, hogyha megtalál, akkor megmarad a pénze. De természetesen mi tudjuk, hogy az URL-t mindig nézni kell, hogy az egy hivatalos URL-e, hiszen itt is látszik az, hogy alapvetően az IP cím sem stimmel, tehát nem az OTP IP címéről van szó. Ugyanakkor megnézhetjük azt, hogy a hitelesítési tanúsítvány az érvényes ezen az oldalon. Természetesen a modern böngészők ezt már mind mutatják, tehát egyre nehezebb bedőlni ezeknek a dolgoknak, de ahogy látjuk, az emberi butaságnak sajnos nincsenek határai. A Raiffeisen Bank is így járt, vagy a CIP Bank, de akár a paypal is említhetném, tehát mindig résen kell lenni az IT biztonságot, illetően főleg, hogyha olyan felhasználók vannak a cégben, akik annyira értenek hozzá, hogy a mellékelt ábra is mutatja. Hogyan tudjuk hatékonyan kezelni a pep kacot, ugye, a hálózati réteget, a felhasználót. Két alapvető pillére van, én úgy gondolom, ennek a dolognak. Az első az, amit mi, mint IT rendszergazdák, vagy mint felelős vezetők megtehetünk, az az, hogy egy központilag kezelhető védelmi alkalmazást használjunk, és Túl azon, hogy milyen általános funkciói vannak, víruskeresés, heurisztikus keresés, tűzfal, modul, stb. Ezen felül kellene hogy olyan funkciókat lásson el, mint az, hogy észlelje a védelem nélkül rendelkező eszközöket. Ugye miért fontos a Bring Device és a Work at -home Trend? Pont erről szól, hogy vegyes gépek, vegyes hálózatban szerepelnek. Tehát vegye észre azt a védelmi alkalmazás, hogy, vagyis a rendszer, hogy nem rendelkezik védelmi programmal az az eszköz. És tudassa azt a rendszer gazdákkal, hogy hopp, itt probléma van, ezt az eszközt nem szabad beengedni legközelebb a céges hálózatba, vagy azonnal tenni kell azért, hogy valamilyen védelmi program kerüljön el. Érvényesüljenek a biztonsági házirendek akkor is, hogyha nem a céges hálózatban vagyunk. Tehát ugye, hogyha az otthonról bedolgozó kollega vagy kolléganő lekapcsolódik a VPN kapcsolatról, akkor is ugyanazok a biztonsági funkciók legyenek aktívak a számítógépen, mint a céges hálózatban. Hogy ne úgy kapcsolódjon utána vissza a céges hálózatba a számítógép, hogy teljesen meg van fertőzve esetleges vírusokkal bizonyos eseményekre tudjon automatikusan reagálni, hiszen nem csak a munkavállaló fogja használni azt az otthoni gépet, hanem esetleg a kisfia, kislánya, anyósa, bárki más, aki nem annyira biztonság biztonságtudatos, fogadalmazunk úgy, és esetlegesen kikapcsolja a védelmi programot, ugye minden második ember már megtette életében, ahogy láttuk a felmérést. Tehát legyen egy olyan biztonsági beállítás, hogy automatikusan tudjon arra reagálni, hogyha valamilyen probléma van a védelmi alkalmazással. És beszélni kell ugye a mobil eszközökről is, tehát rendelkezem mobil eszközvédelemmel is, hiszen a Bring on Device trendet, illetően egyre több ilyen eszköz kerül be a céges hálózatba, úgy, hogy mellette más nem biztonságos hálózatban is használják azokat. Rendelkezzen nyilvánvalóan eszközmenedzsment funkciókkal is, hiszen arra a mobil eszközre, amelyre számítunk, hogy a céges hálózatba bekerül. Arról tudjunk, hogy milyen alkalmazások vannak rajta. Meg tudjuk azt határozni, hogy milyen alkalmazások kellenek, hogy legyenek azon a készüléken, ahhoz, hogy a biztonságot szavatolni tudjuk, illetve milyen alkalmazások azok, amelyek egyáltalán nem szerepelhetnek, mert valamilyen kockázatot jelentenek. Illetve a rendszeradminisztrátorokat illetően nagyon fontos, hogy ez a védelmi rendszer, ez webről is elérhető legyen, bárhonnan, bármikor, hiszen a reakció leges legfontosabb egy biztonsági incidens esetén. A másik nagyon fontos alappillér, amit Herold is említett, és nagyon-nagyon egyetértek vele, az pedig bizony az oktatás. Minden olyan ember a cég életében, aki egyszer is akár IT eszközök, eszközhöz hozzányúl, az legyen oktatva. Legyen oktatva arról, hogy hogyan tudja biztonság tudatosan alkalmazni azt az eszközt. És ne csak egyszer történjen meg ez az oktatás, hanem rendszeresen. Tehát hogyha lehet, akkor azt a tudást, amit egyszer sikerült megszerezni, azt frissítsük fel. Hiszen önök is gondolom jártak úgy, hogy voltak egy oktatáson valamilyen témát illetően, fél év múlva már az ember a 10%-ára sem emlékszik. Tehát a rendszeresség az, ami nagyon-nagyon fontos. Az első alapillér letételében tudunk önöknek segíteni. Megérkezett az ISET, NOT32 és Smart Security-nek a vállalati új verziója, amely az előző diámon említett funkciókkal bír. Amennyiben esetleg felkeltetne az érdeklődésüket, vagy bármilyen kérdésük felmerülne az előadásomat illetően, akkor tudják, a hölgy kollégámat keressék ne engem. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm.